Jeremiás könyve, 39. rész. Jeruzsálemet elfoglalják a káldeusok. Cidkijá, Júda királya uralkodásának 9. évében, a 10. hónapban jött el Nebukadnetszar, Babilónia királya egész haderejével Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Cidkia uralkodásának 11. évében, a 4. hónap 9. napján törtek be a városba. Bevonultak a babilóniai király vezérei, és leültek a középső kapuban. Nérgar Szárecer, Szamgar udvarmester, Nérgar főmágus és a babilóniai király összes többi vezére. Amikor meglátta őket Cidkia, Júda királya és a harcosai, éjszaka kimenekültek a városból a király kertje felé vezető úton, a két várfal közt lévő kapunát, és elvonultak az arábávölgy völgy felé vezető úton. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette őket, és utolérték Citkiát Jerikó síkságán. Elfogták, és elvitték Nebukadnet szarhoz, Babilónia királyához, Riblába, Hamát földjére, ahol az ítéletet tartott fölötte. Babilónia királya Citkiá fiait a szeme láttára ölette meg Riblában, és megölette Babilónia királya Júda valamennyi nemesét is. Azután Citkiát megvakítatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba. A káldeusok fölperzselték a királyi palotát, még a köznép házait is, Jeruzsálem várfalait pedig lerombolták. A nép maradékát, akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak hozzá, tehát a nép maradékát, akik életben maradtak, fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok Babilóniába. A néből csak a nincs teleneket, akiknek semmiük sem volt hagyta Júda földjén Nebuzaradán testőr parancsnok, és szőlőket meg földeket adott nekik azon a napon. Jeremiás sorsa Jeremiásra nézve pedig ezt a parancsot adta Nebukadnet szar, Babilónia királya, Nebuzaradán testőr parancsnoknak. Vedd magad mellé, és legyen rá gondod. Ne tégy vele semmi rosszat, hanem úgy bány vele, ahogyan kívánja. Intézkedett tehát Nebuzaradán testőr parancsnok, Nebusazbán udvarmester, Nérgal Szárecer főmágus és a babilóniai király többi vezető embere kihozatták Jeremiást a börtönudvarból, és átadták Gedaljának, Ahikán fiának, Sáfán unokájának, hogy vigye haza, így ő a nép között maradt. Jövendőlés ebedmeleknek. Jeremiáshoz pedig így szólt az úrigéje, amikor még fogoly volt a börtönudvarában. Menj és mondd meg az etióp ebedmeleknek, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról, vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az úr.